Naponta 50-60 szombathelyi gyermek nyári felügyeletét oldotta meg tavaly az ingyenes önkormányzati tábor helyszínéül kijelölt Váci Mihály általános iskola. A nap rendszerint udvari játékkal indult, de délutánonként kisebb kirándulások is belefértek a programjukba. Idén a Bercsényiben táborozhatnak az általános iskolások, abban az intézményben, ahol korábban már 2 éven keresztül sikeresen szerveztek hasonlót. A korábbi gyakorlatnak megfelelően lesznek védőnők folyamatosan, akik ismerik a saját iskolájuk gyermekeit. A gyermekjóléti szolgálattól lesz egy csoportvezető, akik úgy szintén a hátrányos helyzetű gyerekeknek a jó ismerői, azon kívül pedagógusok, nem csak a mi iskolánk dolgozói, hanem másik iskolából is jelentkezhetnek. Most még javában tart a tanév, a Bercsényi tornatermében is testnevelési óra folyik, de június 19-e után táborozókkal népesül be ez a helyszín. 9 héten keresztül itt, a műfüves pályán, az udvari sportpályákon, vagy akár az aulában és az ebédlőben is tölthetik idejüket a gyerekek. Akik a közoktatási intézményben járnak, tehát az első osztályt befejezték, és 8. korig természetesen a tábornak majd kiírásra kerül egy házirendje, az étkezés befizetése pedig ugyanúgy történik, ahogy egyébként az iskolában is fizetnek a szülők, tehát az a gyermek, aki jogszabályi felhatalmazás alapján nem fizet az étkezésért térítési díjat, az itt a nyári napközis táborban sem fizet. Az önkormányzat mindenre 5 millió forintot biztosít a költségvetésből.